A Párkányi csata 340. évfordulóján emlékeztek és koszorúztak. Az emlékünnepség résztvevői a csata történelmi jelentőségét méltatták, azt az összefogást, mellyel Párkánynál sikerült megverni a török sereget. A csata kulcsszereplőjére, harmadik Sobieski János lengyel királyra is emlékeztek, akinek lovas szobrát 15 évvel ezelőtt avatták fel a városban. Október 7-én ünneplő és tisztelgő párkányiak és esztergomiak, lengyel vendégek, az esztergomi lengyel önkormányzat képviselői, a Limes Anavum regionális honismereti társulás, a Csemadok helyi szervezete, Párkány polgármestere és Esztergom alpolgármestere, lovas huszárok és lengyel hagyományőrzők gyűltek össze szombaton délelőtt Sobieski Párkányi szobránál, hogy tisztelegjenek a Párkányi csata hősei előtt, és megemlékezzenek arról az ütközetről, melynek európai jelentősége volt, és amely végső soron Buda 1686-os visszafoglalásához is utat nyitott. Juhász Gyula, a Párkányi Városi Múzeum igazgatója a csata részleteit ismertette, Eugen Szabó, Párkány polgármestere pedig azt a máig érvényes tanúságot hangsúlyozta, hogy egy agresszív, területszerző hatalomnak csak egyesített erővel, összefogással lehet megállt parancsolni. Dániel Erzsébet, a Limes Anavum regionális honismereti társulás vezetője pedig a Párkányban 15 évvel ezelőtt felavatott Sobieski szobor történetét ismertette, az ötlettől a megvalósításig, a magyar és a lengyel diplomáciai segítségig, a történészek, civilek, lokál patrióták összefogásáig. Az emlékünnepség és a koszorúzás után a résztvevők lovas huszárok kíséretében sétáltak át a Mária Valéria hídon, ahol délután 1 órakor tartottak megemlékezést, délután 5 órakor pedig ünnepi lengyel-magyar szentmisével zárult az emléknap a vízivárosi Loyolai Szent Ignác templomban.